Jó napot kívánok! Fehérvári András vagyok, egykori Vámos Mikolai diák. Felső tagozatosként Pális Győző tanár úr osztályába jártam 1958-tól 1962-ig. Ez volt a második és egyben az utolsó osztály, amit a tanár úr osztályfőnökként végigkísért. Milyen emlékeket őrzök róla? Szigorú volt, igazságos és jó szívű. Tekintélye az iskolában megkérdőjelezhetetlen volt. Nem csak tanított, de nevelt is bennünket. Nevelt minket becsületre, tisztességre, kitartásra, jó munkára, hitre, egymás megbecsülésére, szerénységre, erkölcsre, elfogadásra. Magasra állította a mércét, és ő maga mutatott példát. Helytállása, életvitele, családi élete tükör volt a számunkra. Nagyon szerette a tanítványait. Egyszer édesanyám nem tudott elmenni a szülőértekezletre, édesapám ment el helyette. Apám katonaember volt, nem cifrázta a dolgokat. Amikor hazajött, csak annyit mondott, hogy el nem tudta volna képzelni, hogy ennek a szigorú embernek ekkora szíve van. Vámos Mikolának köztisztelőben álló, megbecsült polgára volt, szerették az emberek. Egykori osztályának tanulói ma már régóta nyugdíjasok. Ha visszagondolok, aktív pályám nehézségeire sokszor az segített, amit tőle tanultam. A szerénység, a kemény munka, a tisztességes élet. Az, amiből ma már egyre kevesebb van. 2012-ben volt az 50 éves osztálytalálkozónk. Pális tanár úr Rózsika nénivel együtt kiváló fizikai állapotban jókedvűen vett részt a találkozón. Még 50 év után is mindenkit megismert, mindenki nevére emlékezett. Tudta, hogy ki mivel foglalkozik, mert szemmel tartotta a pályánkat. Én pedig az iskola folyosóján a velem szembe jövő csinos hölgytől azt kérdeztem, hogy kit tetszik keresni. Mert nem ismertem meg azt az osztálytársnőmet, akivel 8 évig egy osztályba jártam. Az utolsó, a 60 éves osztálytalálkozónk tavaly volt. És ők újra eljöttek. De Győző bácsi már látszott a 90 év súlya. És most elment. Távozása fájdalmas űrt hagy maga után. Legyünk hűek tanításaihoz, példájához. Tartsuk meg őt jó emlékezetünkbe. Legyen néki könnyű a hant. Nyugodjék békében.